tombola, nyár, csúszdák, karabinerek, kalózhajók mindenütt. Míg Tino Dilantó Sebestyéni Csárváron korábban a lantyát pengette, addig a mai fürdőturista egészen más eszközön játszik. Párosban vagy páratlanul, gumival vagy gumi nélkül. Gumival sokkal jobb, mivel hát ott van egy nagyobb a lejtő. Kezdődik a vízi csata. Az a szerencse, hogy ebben a nyári melegben még jól is esik, ha eltalál a vízágyú. Akár Nádasdy dicső várvédő katonái közé is beállhatnának a fürdőző kiskatonák, ugyanis Nádasdy annak idején visszaverte a törököket itt Sárvárnál. Unokákat hozzuk. A kis vitézek nem ijednek meg a sárkánytól, és ha kell, paripa helyett teknősre pattannak, és a nagymamák sem aggódnak feleslegesen. Nem kell ám ágy, nem az a lényeg. Lefekszünk a fűre, és kész. Már kiásztunk a fürdőbe, úgyhogy egy kis pihi, kalandpark. Csak pár lépés és egészen más vizekre, akarom mondani, kötélre elvezünk a fürdő területén. Ha nagyon megy ez neked, melyik volt a kedvenced? Hát, amikor át kellett menni a tó fölött. Kezdje beleülni, bot. Ha a gyerekek bátrak, akkor bizony a szülőknek is annak kell lenni. Tehát mivel lehet rávenni arra, hogy fölöltözzön egy ilyen szerelésbe és nekiálljon mászni? Hát a kisfia kedvéért, tehát végül is nem egy nagy fizikai megterhelést jelent. Jócsi, gyere! Jövök! Milyen tó fölött fogunk most átcsúszni? A kis patkó tó fölött, ami a serveri csónakázó tó rendszernek az egyik kis tava. Nincs mese, itt bizony csúszni kell. Megérkezett a bátori grófnő! Itt nem csak vitézeket, hanem szuperhősöket is képeznek. Hát látom, beérkeztél hatalmas sebességgel. Igen, igen, igen. Mi vagy te, Batman? Nem. Repülök, mint a madár. Még ha megijednek sem, adják fel a jó turisták. A másiknál is leestem, még úgy borzongtam. Borzongtál? Nagyon. De nem adtad föl? Nem, 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 nem. Most is megcsináltam, most már könnyebben megbírtam csinálni. A leesés persze itt csak lelógás, hiszen tart a beülős karabiner. Itt Sárváról jól megférnek egymás mellett a kicsik és a nagyok. Nagyon nagy élmény látni, amikor három generáció és három náció együtt tornázik a vízben. A strandon és az élménymedencékben zajlik az élet, mennek a csaták. Milyen jó is egy kis nyugalom itt a Pálmedencében. A Sárvári Gyógy és Élményfürdő az Európai Királyi Fürdők tagja. Attól királyi fürdő egy királyi fürdő, hogy nagyon biztonságos, nagyon jó a víztechnológia, jók azok a vegyszerek, amit használunk, azok mind olyan típusúak, ami környezetbarát, takarítószereink is azok. Hú, mekkora villám, zuhé van, de semmi gond, megtámadjuk a belső teret. Csúszdázunk, fürdünk egyik medencéből a másikba, most megyünk egy nagyot enni. A fürdőben, a belső medencékben aktív oxigénes rendszer tisztítja a vizet. Nincsenek benne a klórnak a különböző hátrányos vegyületei, amelyek okoznak szempirosodást, esetleg a vízősem, esetlegben bőrpír. És újra süt a nap, kezeket a magasba. Nagyon sok ember szívesen áll be a habokba, és kezd újra mozogni, főleg ha jó az óraadónak a kisugárzása, hogy szól a zene, ha buli van, és ilyenkor leveszik az öltönyt, és mindenki egyforma abba a fürdőnadrágba. Azért nem adtad föl? Nem, nem, nem adtam föl. Még egyszer megcsinálod? Persze. Jó!